Az EGRI tankerületi központ fenntartásában 35 köznevelési intézmény működik, ebből 34 nevelési-oktatási munkát végez, illetve ide tartozik a Heves vármegyei pedagógiai szakszolgálat. Szeptemberben 65 óvodás gyermek és 8900 általános iskolás kezdte meg tanulmányait, ebből 1120 fő az első osztályt. 1800-an tanulnak középiskolában, 413-an 9. évfolyamon, alapfokú művészetoktatás intézményben pedig közel 1300 növendékoktatása zajlik. Emellett a kollégiumokban mintegy 500 tanulót helyeztek el. A tankönyvek még augusztusban hiánytalanul megérkeztek az intézményekbe, amelyeket a hónap végén, illetve szeptember 1-én a kezükbe vehettek a tanulók. Az EGRI tankerületi központ fenntartásában működő intézményekben közel 136 ezer darab tankönyv érkezett. Ezekért a tankönyvekért a családoknak nem kellett fizetni, de az összértékét kiszámoltuk, ez körülbelül közel 106 millió forintot jelent. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok idén is ingyenes tanszercsomagot kapnak. Az intézményeket pedig folyamatosan fejlesztik, amelyről a tankerületi központ költségvetése mellett pályázati forrásokat is felhasználnak, árulta el Ballagó Zoltán. Ezen kívül Egerben 3 felújításról számolt be az igazgató. A Heves vármegyei pedagógiai szakszolgálat EGRI tagintézményének bővítéséről, illetve rekonstruálásáról, amely helyszínátadását szeptember tervezik, a Pásztorvölgyi a tavalyi aszályos év alatt kialakult repedéseinek nyári helyreállításáról, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó Arany János általános iskola 5 tantermének felújításáról, ahová bútorokat és eszközöket is várnak, hogy 21. századi körülményeket biztosítsanak a diákoknak. Az EGRI tankerületi központban 1800 közalkalmazott dolgozik, amelyből 1300 pedagógus. Az intézmények elkészítették a tantárgyfelosztásaikat, elindult a tanév, a szakmai feladatellátásnak így nincs akadálya, valamint a nyár folyamán elfogadásra, illetve kihirdetésre kerültek azok a jogszabályok, amelyek a működésnek a keretrendszerét határozzák meg. E tekintetben mindenképpen kiemelendő a pedagógusok új életpályáról szóló törvény, ennek a végrehajtása a kiemelt feladat a tanév első felében. Az igazgató hozzátette, jelenleg is készülnek a tájékoztatók és kinevezés módosítások, amelyeket szeptember 15-éig kapnak meg a pedagógusok, a birtokukban pedig felelősségteljes döntést hozhatnak a hónap végéig a jogviszonyváltás esetleges el nem fogadásáról. A tanárok létszámát tekintve stagnálás figyelhető meg, ami pedig segítség és előny, hogy már egyszerűbb a nyugdíjas pedagógusok visszafoglalkoztatása, mint korábban, hangsúlyozta Ballagó Zoltán. Emellett a felsőoktatási intézményekkel is jó kapcsolatot ápolnak, például az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemmel. A Klebelsberg képzési ösztöndi is ezt segíti, hiszen egyre több végzett hallgatónak tudnak helyet biztosítani. A felsőoktatási törvény változása értelmében pedig a mostani tanévtől már az első évesek is részt vesznek majd szakmai gyakorlaton, tette hozzá az igazgató, aki, mint elmondta, az EGRI Egyetemmel az előző tanévben együttműködési megállapodást kötöttek arra vonatkozóan, hogy a tankerületi központ intézményei fogadják a hallgatókat.